Ebben a körforgalomban szinte naponta történnek balesetek, nem csak az autós forgalomnak, de sok kerékpáros halad át a kereszteződésen. Folyamatosan elemezzük a baleseti mutatókat, és arra az eredményre jutottunk a számok alapján, hogy rengeteg közlekedési kerékpáros baleset történik, amelyik személyi sérüléssel végződik. A könnyű sérüléstől kezdve egészen a halálos kimenetelű balesetekig. Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt ezeknek a száma. A rendőrség többek között a helyi média közreműködésével szeretné visszaszorítani a kerékpáros baleseteket, ebben pedig a Győr Plusz Média felajánlotta segítségét. A most készülő kisfilm abban a tanácsot, mire kell leginkább odafigyelnünk, ha kerékpárra ülünk. A legtöbb balesetet egyébként az okozza, hogy általában figyelmetlenségből a bringások nem adnak elsőbséget. Leggyakoribb baleseti ok az, amikor közlekedünk már, tehát részt veszünk a forgalomban, azonban az úttestre próbálunk rácsatlakozni, akár ugye az elindulástól kezdve, akár amikor a kerékpár útról hajtunk rá az úttestre. Ezekben az esetekben legtöbbször nem néznek körül, hanem automatikusan kihajtanak az úttestre. Na, ebben az esetben meg kell állni, szükség esetén biztonságosan ráhajthassunk, előtte körbe kell nézni feltétlen, és ha kell, ugye elsőbséget kell adnunk a már forgalomban haladó járműveknek. Ugyancsak gyakran fordul elő, hogy a kerékpárosok a sárga jelzés ellenére az utolsó pillanatban próbálnak áthajtani a kereszteződésen. A rendőrség azt is tervezi, hogy olyan cégeknél, vállalatoknál, ahol az alkalmazottak közül sokan járnak munkába, előadásokat tartanak majd a balesetmentes közlekedésről.